Konzsuzsát bizonyára nem kell bemutatnom önöknek, hiszen az elmúlt évtizedek során számtalan lemeze jelent meg, mely díjakat és elismerést szerzett számára, úgy belföldön, mint nemzetközi téren egyaránt. Be kell vallanom, hogy nagy tisztelője voltam a művésznőnek, hiszen az évek során az általa adott interjúkban nem beszélt magánéletéről, és politikai álláspontját sem fejtette ki, ami az ő nagyságához méltó hozzáállás volt. Sajnos csak volt, hiszen április 26-án vendég volt az ATV Egyenes Beszéd műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte a művésznét és hallgatván a beszélgetést. Érezhető volt, ahogy a műsorvezető politikai síkra tereli a beszélgetést. Ez ellen abszolút nincs kifogásom, tudnélik, egy műsorvezetőnek többek között az is a feladata, hogy minél érdekesebb kérdéseket tegyen fel vendégének. A feltűnő az, hogy Konzsuzsa egyáltalán belement egy ilyen jellegű beszélgetésbe, nem mintha nem lenne joga erre, de miért most? Nézzünk meg tehát egy néhány bejátszást a beszélgetésből. Bródi János tökéletesen eltalálta a szövegeket az illúzió nélkül, vagy akár a Jöjj kedvesem, amit annak idején Cseh Tamással énekeltünk ketten. Amit én egy kicsit megfordítottam, tehát a röfrénnel kezdtük, ez a meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaink. Mert már akkor is látszott, hogy ez nem biztos, hogy egészen az lesz, amit úgy elképzeltük magunknak, vagy amit úgy nagyon szerettünk volna. Ezt hallván felmerül bennünk a kérdés, hogy mi is az, amit Konzsuzsa elvárt? Milyen rendszer lenne kedvező számára? De erre már nem tér ki, legalábbis még nem most. Ime egy másik bejátszás. Most arról énekelsz az új lemezen, hogy mi még itt vagyunk, és együtt álmodunk. És azért ez ebben a formában szerintem súlyosan nem igaz. Tehát mi itt vagyunk valóban, de nem együtt vagyunk, csak egy helyen vagyunk, és az álmaink is nagyon mások ebben az országban. Nagyon különbözőek. De én azt gondolom, hogy minnyáján magyarok vagyunk, minnyáján magyarul beszélünk. És hát tekintsük ezt egy átmeneti állapotnak, mint ahogy nem is tudom én, a Közös Hazánk című dal írja, hogy azért mégis jó, hogy együtt vagyunk, mégis jó, hogy vagyunk még. Hát azért ne felejtsd el, hogy hogy a magyar az egy ilyen eléggé elfajzott nyelv, és egy eléggé elfajzott nép ebben a környezetben, ahol mindenhol szlávok vesznek körül bennünket, aztán meg ott vannak a germánok, illetve hát osztrákok, németek, és mi valami egészen mást beszélünk, tehát már a szavaknak a hangsúlyozása is egészen más, mint ahogy a környékbeliek beszélnek. Ez egy nagyon súlyos vád. Itt már a legnagyobb jóindulattal is meg kell állapítanunk, hogy másról nincs szó, mint a magyar nemzet a nyelvünk lealacsonyításáról, szemben más népek, nyelvek önfelett felbecsülésével. És hogy még véletlenül se tévedjek, felapoztam az értelmező szótárt, mely szerint az elfajzott jelentés a következő. Önfajától eltért, elütött, elsatnyult, elhitványult, az erkölcsiség útjáról eltévejedett gonosz. Na, itt vegyünk egy mély lélegzetet. Ezeket a magyar nyelvet, nemzetet illető jelzőket használja egy olyan magát magyarnak valló művésznő, aki ennek a nyelvnek köszönheti sikeres pályafutását, jólétét. Ebben az esetben jogot formálok magamnak arra, hogy a művésznő szíves figyelmét felhívjam a következőkre. Mindketten ismerjük a francia nemzetet, nyelvet, és annál elfajultabb nemzet, nyelv a nagyvilágon nem sok akad. Tisztelt művésznő, ön ezt pirulás, lelkiismeret furdalás nélkül kimondta, megalázván nemzetét, anyanyelvét. Íme egy másik bejátszás. És a politikai ellentétet érzékeled?
Nem. Valójában nem. Nem bántanak? Hát figyelj ide, nem, kommenteket nem nézek. Ugye a komment kommandók, mint tudjuk, azok lehetnek hivatásos kommentátorok is, amelyek, hát ugye a szomszédos volt Szovjetunióban, illetve Oroszországban működnek. Koncsuzsa ezen válaszán világosan látszik az a divattá vált vádaskodás, hogy mindenért az orosz úgymond hivatásos kommentátorok, vagy ahogy mondja, kommandók felelősek. Itt már kezd kibújni a neokoncög a zsákból, ahogy én nevezem, a russzofóbia. Egy újabb bejátszás? Rendező is van a világon. Nem, én... Voltál tüntetni most is? Voltam. Miért tudod? Hát láttalak. Hol? Hát ott tüntettetek, ott sétáltatok Brodyval. És odaálltunk a tábla elé, ami nekem azt tetszett a legjobban, egy nagyon szimpatikus fiatal ember tartotta, és az volt rajta, hogy meglehetősen elégedetlen vagyok. És ezért oda lehetett állni? Oda lehetett állni, mert nagyon helyes volt. Volt ott pár olyan transzparens, ami elég gondolom nem álltál volna szívesen oda. Nem azért, mert a gondolattam magával, csak a stílussal. Fantasztikus volt egyébként a hangulat. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy én nem voltam a rendszerváltás után egy vagy két évvel, március 15-én egyszer én énekeltem a Petőfi szobornál. És tulajdonképpen azóta én nem voltam tüntetésen, az egy ilyen megmozdulás volt. Azt hiszem, hogy talán kártás megmozdulás volt. És azt kell mondanom neked, hogy összehasonlíthatatlanul vidámabb, kedvesebb és emberközelibb volt a hangulat. És te miért voltál pont most ott? Miért éppen... Hát mert most volt időm, hát sűzd meg! Na hát azért... Érdekes, erre a tüntetésre jutott ideje a művésznőnek. 2006-ban sehol nem volt, amikor ártatlan polgárokat vertek, ütöttek a rendőrök. A művésznő szerint úgy néz ki, az demokrácia volt. Egy olyan bejátszás... De és anélkül, hogy kihúznám magam azon magamnak tett ígéretem alól, hogy politizáljak, de hát ez most mindenhol nagyon kemény. Hát nézd meg, mi van Amerikában. Nézd meg, hogy mi van körülöttünk nagyon sok helyen. Mire gondolsz? Hát például Szíriára gondolok, meg például a Távol-Keletre gondolok. Hát mi van ott Észak-Koreában, Dél-Koreában, Kína szomszédságában? És az egy eléggé veszélyes terület. És hát Európában itt közel hozzánk is, hát hogy is csapkodnak a villámok. Tisztelt művésznő, egyáltalán elgondolkozott azon, hogy az ön által említett villámokért ki a felelős? Kik gerjesztették azt? Tehát én vasárnap éjszaka megvártam azt, amíg a Macron biztosan vezetett a Le Pen előtt, mert hát azért nekem Franciaország fontos. Tehát az nekem fontos, hogy Franciaországban ne legyen populista, rasszista, nem tudom én milyen szélső jobboldali őrület. Persze Franciaország fontosabb önnek, és az is fontos, hogy ne legyen úgymond populista őrület, inkább legyen szélsőséges baloldali állandó tüntetés, anarchia, melyet a következő az ön kedvelt Franciaországában készült videó is hülyen ábrázolja. Ez pont május 1-én volt. Thank you.
Il y a n'importe qui. Il y en a moitié du coup. Kedves konzsuzsa, a hallottak, látottak után ön nekem már nem művésznő. Tisztelem mindenki véleményét, politikai meglátását, állásfoglalását, így az önét is. Ön valóban azt érzi, azt gondolja, hogy a magyar nemzet, nyelv egy elfogult valami, hogy más nemzetek sokkal fölöttünk állnak. Ezúton szeretném, mint néző, mint magyar megköszönni önnek, és ebben semmi irónia nincs, hogy most nyíltan szintvallót felfedte, hogy valójában ki is ön.